Ahogy Örkény mondta, a tojás a születés és az elmúlás egyszerre. A törékeny burokban múló idő. Egy tojásból minden lehet. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. És bár Jézus Krisztus feltámadásának örömhíre ilyenkor inkább a testi és lelki megújulásra teszi a hangsúlyt, azért ne feledkezzünk meg az elméről sem. A Multiverzum mai adásában a húsvéti hagyományok mellett az ünnepi asztal kerül górcső alá, a fókuszban pedig természetesen a tojás lesz. A Semmelweis Egyetem farmakognóziai intézetében fitokémiai szempontból vizsgáljuk az ünnepi asztalt. A vékony réteg fizika laboratóriumban utána járunk a tojáshéj orvosi felhasználásának. A Debreceni Egyetem kutatói rávilágítanak tojásfogyasztási szokásainkra. Amíg én itt a skanzenben az erdélyi tájegységekhez köthető húsvéti szokásokról beszélgetek, addig Tripolszky Anna ellátogat egy bio tojásfarmra. Műsorunk kíváncsi és mindig online, úgyhogy keressenek minket az interneten is. Látogassanak el a MediaClick weboldalra, vagy kattintsanak az M5 hivatalos Facebook oldalára. Ötleteiket, javaslataikat a multiverzum@mtva.hu e-mail címre várjuk. Mielőtt még rátérnénk az erdélyi húsvétok etnográfiai érdekességeire, beszéljünk egy kicsit arról is, hogy milyen hatással vannak szervezetünkre az ünnepi asztalra kerülő zöldségnövények. Ez a készülék az úgynevezett rotációs vákumbepárló, amely a fitoanalitikai munka, vagyis a gyógynövények összetevőinek vizsgálata során a minta előkészítés egyik alapeszköze. Az adott növényből a begyűjtés után gyakran vizes, alkoholos vagy olajos kivonatot készítenek. Egy vízfürdőn melegítjük a kivonatunkat, attól függően, hogy mennyire hőérzékenyek az anyagok, alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten, és itt ugye a melegítés hatására a szerves oldószer elpárolog, tehát a töményítettük a kivonatot, szerencsés esetben akár száraz állapotra is tudjuk ezt töményíteni, innen tudjuk folytatni a műszeres fitoanalitikai vizsgálatokat. Általában ezeket a kivonatokat és nem magát a növényt használják a vizsgálatokban. A tudományos kutatások már igazolták a tormának a trombózis ellenes, illetve antibakteriális hatását, továbbá vizsgálják a tumor ellenes hatását is. Talán a torma a legcsípősebb zöldség az ünnepi asztalon, de hasonlóképpen összehúzza az ízlelő bimbókat a retek és az újhagyma is. Azok az anyagok, amik az ízükért, a csípős ízekért felelősek, azok nem a friss, épp növényben találhatók meg, hanem a szöveti sérülés hatására, hogy felvágjuk ezeket a zöldségeket, olyan enzimek szabadulnak fel bennük, amelyek katalizálják ezeknek az anyagoknak a hidrolízisét, és így alakulnak ki a csípős ízért felelős anyagok. Általánosságban elmondhatjuk, hogy ez a csípős íz, ez emésztés serkentő, étvágyjavító hatással rendelkezik. Nem véletlen használjuk ezeket a növényeket fűszerként, és a tormát különösen pedig epe termelést fokozó hatása miatt is, és a retket is, ugye a fekete retket, de a hónapos retek ugyanahoz a fajhoz, csak egy más kertészeti változathoz tartozik. Tehát ezeket emésztést javító, epe termelést fokozó hatás miatt szoktuk használni. A növények, mint például a torma klinikai vizsgálata kihívás a szakemberek számára, mivel nem csak egy vegyület található meg bennük. Minden egyes komponensről információval kellene rendelkeznünk ahhoz, hogy gyógyszert tudjunk fejleszteni az adott gyógynövényből, zöldségnövényből, és ez nehezíti meg ezeknek a vizsgálatát. Ugye sok esetben azt sem tudjuk, hogy melyik komponens felelős a hatásért, az is előfordulhat, hogy több komponens együttesen fejti ki a hatását, akár egy egész vegyületcsoport, mint például a torma esetén is, nem csak a glükonasztultin, hanem a glükozinolátok közösen felelősek, például az antibakteriális hatásáért.
Bár számos információ szól arról, hogy a retek többek között koleszterin és vércukorszint csökkentő, ezekkel kapcsolatban jelenleg is vizsgálatok folynak. Az új hagymáról az a hír járja, hogy az érelmeszesedés megelőzésében fontos, valamint erősíti és szabályozza a bélflóra egészséges működését, de még a rákos sejtek kialakulásának esélyét is csökkentheti. Azonban a klinikai vizsgálatok még semmilyen hatást nem igazoltak, amely alapján bármilyen zöldséget gyógyszerként lehetne használni, de mindenképpen támogató szerepet nyújthatnak az egészségünk megőrzésében. A locsolkodás és a tojásfestés ma is élő hagyományok, de beszéljünk egy kicsit, ha már itt ülünk a Skanzenben egy erdélyi kávéház teraszán, azokról az erdélyi húsvéti szokásokról, amelyek talán egy kicsit kevésbé közismertek. Hát úgy gondolom, hogy érdemes beszélni az egész húsvéti ünnepkörről, hiszen ugye az nem húsvét napján kezdődik, hanem már a nagy böjtel. És a mai napig jellemző szerintem Erdélyben, hogy nagyon komolyan tartják ezeket a szokásokat a mai napig is, hiszen erős a vallásosság, főleg a vidéki, paraszti környezetben, ugye nagyon fontos számukra ezeknek a vallásos gyakorlatoknak a megtartása. A legszigorúbb böjt az nagypénteken van, akkor már valóban jóformán semmit nem esznek. Én például egyszer Moldvában voltam éppen húsvétkor, és ott csalánlevest ettünk egész nap. Nagyon fontos már a virágvasárnap is, amely megelőzi a húsvéti vasárnapot ugye egy héttel. Ekkor van a barka szentelés a templomokban, és a mai napig is ennek a barkának nagy jelentősége van, hiszen beviszik a házakba, elhelyezik az istállóban, megvédi az állatokat. Ez egy olyan szentelmény, amelyet egész évben felhasználnak. Én például személyes tapasztalatokból tudom Gyimesben, hogy ott milyen fontos ez a barka. Éppen azt mesélték nekem, hogy nem is szabad a házba szenteletlenül bevinni a barkát, mert akkor nem lesznek kis csirkék abban az évben. De nagyon sok gyógyító hatása van. Például, hogyha valakinek fáj a torka, akkor egy pimpót letörnek, és azt megeszik. Barkát? Lenyelik a barkát, igen. De érdekes. Az istállókban oda teszik az állatok fölé, akkor az megóvja őket a betegségtől, a rontástól, illetve azt is láttam személyesen, amikor jött a nagy idő, amikor dörög, villámlik nyáron, és hát ott azért Gyimesben komoly esők vannak, amik pusztítást tudnak végezni, akkor egy darab barkát bedobnak a tűzbe, és annak a füstje az elüldözi a felhőket, és ez így is történt. Virágvasárnap után következik a nagy hét. Ez már az előkészületek, a felkészülés, a testi, lelki megtisztulás ideje. Ezt is láthattam személyesen Moldvában, hogy takarítanak, hogy tapasztják a házat, rendbe teszik a kerteket, kimennek a közkutakat, az árkokat kitisztítják. Tehát vannak ennek közösségi vonulatai, illetve vannak egyéni rítusok és olyan cselekedetek, amelyeket egész húsvét kapcsán az emberek végeznek. Fontosak ezek a közösségi rítusok, a megtisztulás, a felkészülés a húsvétra, és tulajdonképpen az új élet kezdetére, hiszen ugye a húsvét nem csak Krisztus halálát jelenti és a feltámadását, hanem éppen elhozza az új életet a tavasz miatt is. Tehát nagyon sok szokás ötvöződik a vallási szokások, a keresztény vallási szokások és a paraliturgikus szokások együtt élnek, és tulajdonképpen milyen érdekes, hogy a szentelmény, amelyet a templomban a papok megszentelnek, azt hazaviszik, és utána tulajdonképpen varázs-mágikus cselekedeteket hajtanak vele végre, tehát ezek hiedelmek, amelyek segítik őket a mindennapokban. Fontos tudnunk, hogy a tojásokon található kódok mit jelentenek, hiszen ez alapján tudjuk, hogy milyen gazdaságból származó tyúk, milyen tojását vásároljuk. Anna többek között most ennek is utána jár egy biogazdaságban. Úgy hallom, hogy jó helyen járok, már csak a gazdát kell megtalálnom. Á, itt vagy, Anna. Gyere, menjünk a takarmányért.
Szevasztok, kis csirkék, meghoztuk a reggelit. Ugye biogazdaságban vagyunk, de azért városi lányként meg kell kérdeznem, hogy mit akar az pontosan a biogazdaság, milyen követelményeknek kell megfelelni? Hát egy biogazdálkodásban elsősorban és első lépcsőben ugye a biotakarmányok, állattartásnál ugye a takarmányoknak is tanúsítványa rendelkezőnek kell lenniük, de nem csak ennyibe merül ki a bio állattartás, hanem itt megvan szabva a kifutó területek mérete, példányonként 4 négyzetméternek kell lennie például, tehát elég nagy területet igényel a baromfi tartás a bio minősítési tanúsítás alatt. Gyere, elég lesz enyhúba? Igen. Ja. Minden itt kezdődik az etetésnél, a tojás útja is, hiszen igen, nagyon fontos, hogy milyen takarmányt kapnak az állatok. Nekünk nagyon fontos volt, amikor tojástermeléssel és hústermeléssel elkezdtünk foglalkozni, hogy ha már otthon tartunk valamit és mi esszük meg, akkor ne ipari takarmányokkal etessük, és ne is konvencionális gazdálkodásból származó gabonákkal, mert szerettük volna mindenféleképpen elkerülni a vegyszermaradványokat, a gyógyszermaradványokat, a mezőgazdasági szermaradványokat. Ez miért nem jut sokszor eszünkbe? Mennyire fontos az, hogy milyen takarmányt kapnak az állatok? Nem tudom, nagyon sokan megelégednek annyival, hogyha vesznek egy csirkét, hogyha rá van írva, vagy rámondják, hogy tanyasi csirke. Én azt mondom, hogy ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni, mert egy tanyasi csirkének, hogyha ipari takarmányokat adunk, és az egy fóliasátorba, egy tanyán, igaz, de fóliasátorba be van 15 000 darab csirke, ami nagyon sokszor előfordul, téve és zártan fel van nevelve ipari takarmányokkal, akkor megkérdezem én, hogy mivel biztonságosabb az, mint amikor egy tényleg jó baromfitartó, intenzív baromfitartó telepen, de állategészségügyileg biztonságos telepen a boltba kapható csirkét megveszik. Miért van az a köztudatban, hogy régen bármivel lehetett őket etetni, nagyanyáink csirkéi egészségesek voltak? Ez az egyik sztereotípia, ami nagyon kőkeményen megmaradt az emberek fejébe. Nem vesszük figyelembe egyrészt azt, hogy az eltelt időszak alatt különböző mezőgazdasági vegyszerekkel gyakorlatilag átitatták a földet, ezért mikrobiológiai összetétele a földeknek teljesen leromlott. Ráadásul az ő takarmányuk az vagy saját termesztés volt, nem tartottak több száz darabot, nem kis termelők voltak, hanem volt 50-100 darab tyúk, és azok elvoltak. Nagyon örülök, hogy mindezt megbeszéltük, hiszen a táplálkozás mindennek az alapja, de hamarosan azt is megnézzük, hogy a tojás hogyan jut el egészen a felhasználókig. Ahogy Örkény mondta, a tojásból minden lehet. De mi minden lehet a tojáshéjból? Ennek járunk utána a vékony réteg fizika laboratóriumban. Tojáshéj egy hulladékanyag, számunkra a legértékesebb hulladék, ami található a közelben, a háztartásokban. Nagyon sok magnéziumot, stronciumot, kalciumot tartalmaz, és ezek az anyagok igazából egy ideális csontpótlót jelentenek számunkra. Ha valakinek kihúzzák például a fogát, és azt szeretné a szájsebész, hogy nagyon gyorsan begyógyuljon, akkor ezt a porformát vérplazmával megkeverik, kitömik vele a lyukat, és 3-4 héten belül teljes a csontosodás. Persze az emberi test nem minden esetben fogadja be könnyen az idegen anyagot. A beépülési folyamatot segíti hatékonyan a tojáshéj, amivel ha bevonják a titánból vagy például kobaltból készült implantátumot, biztos a siker. Amit itt előttem látni, ez a legújabb fejlesztés, amikor nem kell egy egész csontot kicserélni az emberbe, hanem csontnak mondjuk 10-15%-át kell csak pótolni, akkor egy 3D nyomtatással ebből a porformából ki lehet nyomtatni egy implantátum részt, amit be tud ültetni a sebész. Na de hogy lesz az összetört tojáshéjból csontpótló implantátum? Ez a laboratórium a TET helyszíne, ahol több fázisból álló kezelésen esik át az alapanyag.
összegyűjtjük a tojáshéjat, és most jön a legfontosabb lépés, ki kell égetni. Ugye minden szerves anyagot el kell belőle távolítani, hogy ezzel egy biztonságos alapanyagot tudjunk előállítani. Ezt hőkezelő kemencékbe végezzük, 900 fokon. Az égetett tojás héjat 9-10 óra elteltével veszik ki a kemencéből, amit aztán foszforsavval kezelnek és őrlő golyókat szórnak hozzá. Ezután jöhet a következő fázis. Amikor kivesszük a kiégetett fehér port a kemencéből, ugye akkor már ez egy fél termékként tekinthetünk rá. Ezt még fel kell dolgoznunk a mögöttem lévő berendezéssel, ami egy nagy hatékonyságú őrlőmalom. Amikor az őrlés megtörténik, eltávolítjuk az őrlőgolyókat az anyagtól, utána pedig elő tudunk állítani préseléssel vagy színtereléssel, mert egy tömbi kerámiát akár a csontrészbe is be lehet ültetni, ez már egy kész végtermék. Erdélyben szokásban volt az is, hogy elvitték a lányoknál a kaput, aztán húsvét hétfőn visszahozták. Ez azért érdekel, mert nagyon romos a kerítés kapunk, úgyhogy bárki jelentkező van, aki szeretné elvinni, az húsvét hétfőn hozzon helyette egy jobbat. Igen, egyébként ez jellemző. Hagyományrendszerben több ilyen elem is van, hogy vagy a kaput akasztják le, vagy a szekeret felteszik a ház tetejére. Ez még mindig jelzés értékűek. Ugye vagy az udvarlásnak a kifejezése, vagy a valamiféle konfliktusnak a kifejezése, de nyilván húsvétkor az udvarlásnak a kifejezése, hogy ezen a kapun én szeretnék bemenni. Tehát a legény ugye ezzel tulajdonképpen bebocsátást vár. Éppen jön a tavasz. És a húsvétnak nagyon sok olyan eleme van, amely már a tavasz köszöntését, az új élet születését ünnepli, és ezeket szeretik az emberek. Valahol egy ösztön az, hogy akkor gyakorlom ma is a városokban, és például a locsolás hagyományát, a piros tojást, azt mindenki tudja, hogy az nagyon fontos húsvétkor. Lehet, hogy a jelentését már nem is ismeri, de tudja azt, hogy tojást kell díszíteni, lehet, hogy nem csak piros tojást készítenek, lehet, hogy már pingálják, matricával látják el, de tudják, hogy a tojásnak valamilyen jelentése van. Ugye tudjuk egyébként, hogy az új életet hordozza magában, a teljességet attól, mert kerek, amikor ugye pirosra régen csak piros tojást festettek, és a mai napig Gyimes az egyik központja a tojás készítésének, hiszen ott van az írott tojás, amely aztán mindenhol a mai napig a népművészeknek mintául szolgál. Olyan ősi motivumokat tartalmaznak ezek a gyimesi tojások, amelyeket talán ma már nem is értünk, nem is gondolunk. A négy égtáj, vannak olyan szimbólumok rajta, amelyek szintén az egészséget, a termékenységet jelképezik. A tojás ajándék volt egyébként régen, tehát nagyon fontos, hogy ez egy fontos ajándéktárgy. A keresztülő adja a mai napig is a keresztgyermekének húsvétkor, vagy a leány adja a fiúnak, aki jön locsolni. Egyébként láttam Székelyföldön olyan hagyományt, hogy a tojás megjelenik a fenyőágon. Van egy olyan szokás, hogy a legények úgy fejezik ki húsvétkor az udvarlási szándékukat és a közeledésüket egy fiatal lányhoz, hogy egy fenyőágat vagy egy kis fenyőfát kitűznek a kapura éjszaka, amelyet feldíszítenek szallagokkal és tojással, és az ott van egész húsvétkor. Mitől van az, hogy a húsvét talán az egyik olyan ünnepünk, amelyben leginkább képesek a hagyományaink tovább élni? Eleve nagyon gazdag ennek a hagyomány rendszere. Egyrészt, másrészt pedig ugye, ahogy említettem, nagyon sok közösségi megnyilvánulás van benne, és én úgy gondolom, hogy erre szüksége van az embereknek. Ez megjelenik a családok szintjén is. Milyen érdekes ugye, hogy a húsvéti asztal, a közös étkezés mennyire fontos azért a mai napig is nagyon sok mindenki számára, és ahol őrzik a hagyományokat, ott pedig különösen. Most pedig lássuk, Anna, hogy boldogul a tyúkokkal és a tojásokkal. Szevasz, te bátor ötnapos csibe! Egész nap el tudnálak simogatni, de most leraklak. Megnézzük, hogy mit tojt ma az anyukád. Firmos! Firmos! Gyere! Nézzük meg a tyúkokat!
Itt születik a tojás, ez egy tojóház. Na nézzük, hogy ma mennyire volt szerencsénk. Hát még nagyon korán van ahhoz, hogy a teljes szerencsét meg tudjuk nézni. A délután 4:30-5 felére fejezik be a tojást tyúkok, de már itt van de valami. De azért igen, azért itt 6. Igen. Szép példány már van. Ha így külsőre ránézünk a színből, mit lehet akár megállapítani? Nekem most őshonos tyúkok vannak. Az őshonos tyúkoknak ilyen színű a tojása. Vannak olyan fajta tyúkok, amik fehér színű tojást tojnak, azok fehéret tojnak. Vannak olyanok, amik sötét színűt, az sötétet tojik. Tök mindegy, mit adunk neki enni. Fajta függő a tojás színe. Ezt is sokan rosszul tudják. Hát a kis őshonosok most elmenekültek előlünk. El. De itt is hagyjuk őket, mert hogy megyünk tovább a tojásokkal. Igen. Pontosan hova? Az előkészítő helységbe. Hát akkor nézzük is meg, hogy mi történik ott. Ó, hát itt már javában zajlanak az előkészületek. Igen, itt az előkészítő helységben, amikor bekerül a csirkeolból az összes tojás, igazából csak megtisztogatjuk egy kicsit egy rongyal, nem mossuk, mert nem is szabad mosni. A tojásnak kis pólusai vannak, és ott nagyon könnyen bekerülnek a fertőzések, és az eltarthatósága is hosszabb, hogyha nem mossuk meg, csak felhasználás előtt. Igazából nincs olyan nagy feladat, hiszen ezek a tojások szinte tiszták. Alapvetően tiszta tojások kerülnek be a jól tartott tyúkoknak az oljaiból. Ott még van majd egy utolsó fázis, ugye pecsét kerül rá, és én erre számítottam, hogy ma pecsételünk, úgyhogy hoztam magammal Budapestről egy tojást, amit én fogyasztok, és kíváncsi vagyok, hogy mit jelent ez a kód, ami rajta van. Minden tojáson van tojászászló, ami ugye forgalomba kerül, tehát eladásra kerül, és nekünk is van ilyen tojásbélyegzőnk, amivel minden egyes tojást ellátunk. Ezen, ami a legfontosabb, meg leginformatívabb információ, az az első szám, az a nulla. Biogazdaságokban minden esetben nullás bélyegzőt, a három már a ketreces tartás, és az egyes a szabadtartás, a kettes pedig az alternatív. Úgyhogy a hármastól kell leginkább tartózkodni. Készen vagyunk, fogyaszt egészséggel! Köszönöm, hogy a folyamat részese lehettem, és az biztos, hogy jó ízűen fogom fogyasztani. Jó étvágyat hozzá! Kizárólag biogazdaságokból származó tojással lehetetlen lenne kiszolgálni a fennálló keresletet. Hogy a tojást milyen mennyiségben, milyen formában fogyasztjuk, és hogy ennek milyen gazdasági hozadékai vannak, azzal a Debreceni Egyetem munkatársai foglalkoznak. A tojás alapvető élelmiszerünk, sőt, ha a beltartalmi értékeit nézzük, nyugodtan nevezhetjük szuper élelmiszernek is. Minden, szinte minden ásványi anyagot tartalmaz. Gondoljunk csak bele, a tojás az egy petesejt. És ebből adott esetben, ugye, hogyha nem étkezési célra készül az a tojás, hanem tenyésztési célra, akkor abból egy élet fejlődik ki. Tehát ilyes formán az emberi táplálkozás számára, az emberi szervezet számára is nagyon sok létfontosságú és hasznos tápanyagot tartalmaz. A tojásban 12 féle vitamin és ugyanennyi ásványi anyag van. Vagyis a C-vitaminon kívül mindent tartalmaz, ami az ember számára fontos. De eszünk-e eleget ebből az egészséges fehérje forrásból? A nemzetközi ajánlások szerint ez naponta egy tojást jelent. Sajnos Magyarországon jelenleg nem eszünk egy főre vetítve minden nap egy tojást, tehát nem éri el a magyar fogyasztás a 300 darabot. Nagyságrendileg az utóbbi években 230-240, a legfrissebb KSH statisztika alapján 243 tojást fogyasztottunk Magyarországon. Üdvözítő, hogy 2013 óta növekvő tendenciát mutat. A Debreceni Egyetem kutatói azt vizsgálják, hogy milyen formában fogyasztjuk a tojást. Minden ember más és más, ez természetesen fogyasztói szokásoktól függ. A legutóbbi fogyasztói szokások felmérése kapcsán kiderült a számunkra, hogy egészen onnan, hogy nyersen fogyasztva, egészen odáig, hogy feldolgozott formában, tészták vagy akár sütemények formájában is megjelenik a fogyasztás. Furcsának tűnhet, de azért a válaszadóknak volt 20%-a, aki heti
többször fogyasztja például nyersen a tojást. De hát a leggyakoribb az, hogyha rántotta, omlett, főtt tojás készül belőle. A tojás fogyasztásánál két kiugró időszak van, az egyik a karácsony, a másik a közelgő húsvét. A kutatók szerint érdemes megfogadni a régi gyermekdal második sorát, vagyis minden napra egy tojást. Ez volt már a Multiverzum, de tudják, a határa csillagos ég, és mi hétről hétre kíváncsibbak leszünk. Következő adásunkban a gyógyszertudománnyal foglalkozunk. Tartsanak tehát velünk a jövő héten is, ugyanebben az időben itt az M5-ön, addig pedig műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon. Multiverzum. A tudomány határtalan.